erről a térről rengeteg embernek rengeteg dolog juthat eszébe. Például az, hogy miért Szél-Kálmán tér. Másoknak az, hogy miért volt ez Moszkva tér. Másoknak a Kalef, ami ugyebár a Szél-Kálmánnak, a Kálmánnak volt egy becézett változata. 90 évvel ezelőtt nevezték el Szél-Kálmánról. Első igazi szigorú magyar pénzügyminiszter, akiből aztán miniszterelnök is lett. De előtte viszont az egyszerű neve az az volt, hogy Gödör, és ez részben utal is arra a helyzetre, mert itt láthatjuk, hogy valójában egy rézsűve van ez belevájva. És azért volt Gödör, mert egy katonai megrendelésű téglavető melletti agyagbánya volt valaha. De akkor megyünk még régebbre. Még régebben, a középkorban Logod nevű falunak a nyugati vége volt, ide nyílt a kapuja. Ha így tágabbra nyitunk, akkor például a Mamut környéke az egy mocsaras semmi volt, egy-két ház állt ott. A Szénatér és a későbbi Szél-Kálmán határán már akkor is piac volt. A Szénatér egyébként általában az mindenhol, tehát például a Pesten, a Calvin teret hívták korábban Szénatérnek, ez mindig piacra utal. 1892-ben végül is feltöltötték az agyaggödröket, és egy sportpálya lett. Mindez egyébként a Millennium Plázában, természetesen akkor se készült el minden, de itt alakult meg, illetve itt volt a BBTE, tehát a budapesti budai tornaegylet székháza teniszpályákkal, és egy komoly kétszintes favázas klubszékháza. A bányató, ami korábban természetes módon télen befagyott és korcsolyázó felületet nyújtott, az később rendes korcsolyázóvá alakult át, már ezekben a klubidőkben, és aztán csak a II. Világháború előtt, 1938-tól vált azzá a Szél-Kálmán tér, amit ma is ismerünk, tehát egy ilyen nagyon kemény forgalmi csomóponttá. A Moszkva tér mindig is csúnya volt, és elsősorban az emlékek, meg a különböző bulivárások itt az óra alatt, vagy a korábbi óra alatt tették igazán emlékezetessé. 1951-ben lett Moszkva tér. Akkor kapott egy hatalmas nagy vörös csillagot ott, ahol az új építvény van nagyjából, és akkor már tutira volt óra. Ott fordult meg az 56-os villamos, és abban a hurokban volt az óra, de mások szerint az óra már a 40-es évek elején ide került. Aztán a következő helye volt a híres buli helyes óra, nagyjából ott a hátunk mögött, ahol minden máshogy volt még akkor, de nagyjából a villamos, a csalamád és hamburger és a legendás könyves volt közelében, ahol a Moszkva tér főszereplői is vártak a különböző bulikra. A 1956-ban a Moszkva tér is játszott, a Szénatéri csoportnak a területe volt, és az akkori képeken látszik ott a Szénatéren egy ilyen nagy gólyalábakon álló építmény, ami a metrófúró toronyhoz tartozott, tehát akkor már itt tervezték a metrót, de igazából a metró csak a 70-es évek elején készült el, a 2-es metró Moszkva téri állomása. Először egy bunkerszerű építményt terveztek volna ide, ami szilánkvédő ablakkal rendelkezett volna, és nyilván az atomháborúra készült, de végül szerencsére nem ez lett. Végül is ez a legyező forma lett, ami sokak szerint a metróból való kiáramlásra utal, mások szerint pedig az egész Moszkva Szél-Kálmán térnek ez a jövős-menős állandó dinamikájára. Mostani áramvonalasított képét 4 év munka után kapta, 2016-ban, és az építésstúdió és a léptékterv csapatának köszönhetően ez nem csak ráncfelvarrás volt, hanem felújítás. A valódi építés előtt az UvaTerv újra tervezte a föld alatti részeket Székely László, a felszíni épületet, a legyezőt pedig Ceglédi István jegyezte. És akkor megint az óra. Tehát pár éve, amikor áramvonalasították és felújították az egész Szél-Kálmán teret, akkor a dolog a feltúráskor avval kezdődött, hogy kiderült, hogy arrébb rakják a régi legendás szombatesti bulik pozíciópontját jelentő órát, ezt a generációs emlékművet. Valóságos népmozgalom indult, ne rakják el, hozzák vissza,
végül is oda jutott a dolog, hogy abban sikerült megegyezni, hogy az eredeti órát egy budai lokálpatrióta vásárolta meg, és a Kisceli Múzeumnak adományoztak. Egyébként Magyarországon az óranézés, vagy mondjuk úgy, hogy az időfegyelem, az kb. Egy ilyen 150 éve vált általánossá. Nyilván összefüggésben az iskolarendszerrel, tehát hogy szigorúan az iskolai órák reggel azonos időpontban kezdődtek, meg a vonat menetrendek elterjedésével. 1849-ig a Gellért-hegyi Csillagdából harangoztak delet, tehát ezt lehetett tudni, hogy ehhez lehet alkalmazkodni. Aztán 1867-től a Toldi gimnázium teraszáról egy úgynevezett déllövő puskával, majd később egy kis mozsárágyúval jelezték a delet. És akkor körülbelül a századfordulón kezdtek el elterjedni az ilyen ehhez hasonló köztéri órák. Konkord-Tege Miklós például 1897-ben 54 óráról tesz említést, csak a belvárosban, de azért azt is hozzátesz, hogy ebből 4 járt összesen pontosan. Tehát itt is van egy óra, de ez már egy másik időszámítás.